több mint 10 éve tanítok itt a Gitármennyel táborban, ez egy számomra egy hatalmas lehetőség volt az élettől. Nagyon sok mindent kaptam az élettől itt a táborban, viszont a gyerekek még többet kapnak tőlünk, illetve az élettől a táborban. Gyakorlatilag rengeteg lehetőségük van olyan dolgokat csinálni, amit a valós életben, tehát a otthoni életükben nem tudnak. Gondolok itt arra, hogy olyan kapcsolatokat építenek ki egymással, különböző hangszerforgalmazókkal, zenészekkel, hangtechnikusokkal, professzionális cuccokkal felszerelt stúdióban tudnak ingyen demo felvételeket készíteni, ami egyébként hatalmas nagy ajándék. Ráadásul olyan hangtechnikusokra beszélünk, akik szintén hasonlóan barátságosak, mint az egész tanári kar. Táborban megtanulják azt, hogy hogy kell olyan jó emberként élni, hisz itt az egész tanárika gyakorlatilag csak és kizárólag jó emberekből áll, és hogyha valakire fölnézel, akkor attól tanulsz, ellesed. És ha ennyit megtanulnak már, hogy jó emberként élni zenész, tehát jó ember, jó zenésznek lenni, aki jó ember, akkor gyakorlatilag már majdnem mindent megtanultak, ez az összes további kifutások ezen múlik. Meg persze a hangszeres tudáson is, amit szintén megtanulnak a Gitármennyel táborban. Fúrás kiállítás hasonló szellemiségben, pedig hasonló szellemiséggel, mint a Gitármennyel tábornak. Embereket úgy összehozni egy helyre, hogy minél jobban felhívni a figyelmüket, vagy hát minél jobban késztetni őket arra, hogy zenészek legyenek, hogy zenéljenek. Mert hangszeren játszani nagyon jó dolog, ezt tudjuk mindannyian. És nagyon sok élményt ad, és aki nem játszik hangszeren, az annak kimarad ez az életéből, és azt nagyon sajnálhatja. És egy ilyen alkalom, mint a hangfoglalás kiállítás pontosan ugyanolyan mértékben alkalmas, mint a Gitármennyel tábor, bár a hangfoglalás csak pár napig tart, ha jutom 3 napos hangfoglalás kiállítás. Viszont ugyanaz történik, tehát hasonlóan összejönnek a hangszerforgalmazók, a szakma résztvevői, valamint a zenészek, a híres zenészek, és az érdeklődők, akik pedig egymással, meg ővel híres zenészekkel, szakforgalmazókkal, mindenféle a zeneipar minden részvevőjével kapcsolatokat tudnak kiépíteni, valamint egymással is. És ez ismételten egy remek lehetőség arra, hogy az ember zenészként tudjon mozogni a világban könnyebben. A rengeteg szuszról nem is beszélve, ami ott felsorakozik, a sok milliós hangcuccok, a legjobb hangszerek, legprofesszionálisabb stúdiótechnikai eszközök, amik mind kipróbálhatók. Úgyhogy ez szerintem egy, ráadásul arról nem is beszélve, hogy a szakmának az összefogása az példaértékű ebben a hangfoglalás esetében, hogy ilyet meg tudod csinálni a szakma. Előtte csak a Gitármennyel tábor volt ilyen fajta szakmai összefogás. 100 kiállító, 200 zenei esemény, mindez 8000 négyzetméteren. Koncertek, hangszerbemutatók, gyermek és családi programok. Hangfoglalás Soundquest. 2010. október 1-től 3-áig a Szima Sport és Rendezvényközpontban. A belépés ingyenes. Élő videó közvetítés a hangfoglalás online.hu oldalon.